Közeleg a búcsú óra, szükség lenne egy-két búcsú szóra, de már nehézkes beszélnem, elszorul a torkom. Akaratom ellenére elcsúszik a hangom. Lezárult egy korszak, mely újabb szűr. Helyében mégis ott marad az űr. Az élet megyen tovább, hát ezért mi is megyünk, de kedves iskolán, hogy téged sugasan szeretnék. Tanárainkat, kik óvtak minket, már néha üres szavakat tűztek. Ha rosszat tettünk, akkor lógó orral baktattuk, ellenőrzött értek, és mi a táskába kutattuk. A tudás útján lassan mi voltunk. Voltak órák, ahol gyűlöltünk. Lazább órákon, vagy akár a szünetben járhattunk, még a legnehezebb órákon dolgoztunk. A kedves iskola csupán emlék, csak múlt. Az utolsó hetekben mindenki ezen dolgozik. Üresen a táblán a nagy betűk. És most elválunk, már eljutunk. Még utoljára meghallgatjuk a közös dolgot. Visszaemlékszünk azokra az időkre, amikor egymást tettel kiszövettek. És még szüleink segítettek nekünk, soha el nem felejtettük. Óvtak, tanítottak minket a 8 év alatt, de volt, ami sokszor néha köszönöm. Elsőben megtanultuk írni, olvasni, számolni. Másodikban a töltőtáblát gyakorolni. Harmadikban fogalmazást írni, negyedikben új tantárgyakat felismerni. Ötödikben utolsó tárgyakként látjuk a világot. Hatodikban néhány diák ellen, kitűnáltunk. Hetedikben megnyitottuk a végzős osztályt, és nyolcadikban pedig mi állunk itt most már. Jó volt az az idő, mi kedvig töltöttünk, mindent nagyon köszönjük. Mint megértünk a 8 év alatt, hagyott élni, emlék marad. Próbára tettétek tanáraitok türelmét, megértését, szigorát. Aztán egyre magabiztosabban kezdtetek mozogni a kiskulcsosi iskolába.
korában. Kiérdemeltétek az első komolyabb dicséreteket és intőket, míg nem mára az iskola főszereplőivé váltatok, és ballagásoktok alkalmával valamilyen ünneplőbe öltöztünk. A ballagás olyan ünnep, amelyben egyszerre van jelen az emlékezés és a búcsú, az útra hívás és az új iránti kíváncsiság. Magában a vonulásban a véges végtelenség és a